Hadd nézzem! Az állattól semmit sem látok, Berci! Már jönök! Nem hallottatok még a személyes térről? Na, talán van ott valami! Szent szemhéjspirál! Azon estünk át? Lehetetlen! Ellentmond a fizika törvényeinek! Tágas! Leszállnátok rólam, agyatlan alakok! Hol vagyunk? A csomagtartóban. Értem. És hogy jutunk ki? Ez jó kérdés. Nézzünk körül. Vigyázzat! Cidris! Ettől a helytől borsódzik a hátam. Ez lehetetlen, mert... Ellentmond a fizika törvényeinek! Tényleg! Szepi és Pici biztos elmagyarázza, ő... Szepi, Pici, itt vagyok! Még hogy Szepi és Pici? Sokkal jobban nézünk ki! Te hízelgő! Valamikor összedughatnánk a fejünket, nem? Nálam vagy nálad? Oké, hát ez ijesztő. Juhú! Szepi, Pici, aki bújt, aki nem! Az egyik ilyen fura szekrényben lehetnek. Üdv, elnézést, látom balesete volt, de két barátunkat keressük. Az egyik ilyen kicsike, a másik nagyobb. Semmi gond, meg lesznek, kösz! És most? Próbáljuk meg arra? Már teltem, messze menő ki, mi hasznam olyan mobsz? Mondtam, hogy indulás előtt... Abra! El az utamból, felfuvalkodott bénabanda! Vajon mitől lett ilyen sietős? Húzd, patar boldog, húzd! Megnyílik! Húzzátok! Srácok! Ne most kincsre! De azt hiszem, hogy... Bocs, kis haver, de ide izom kell, nem ész! Hipotézisem szerint hatékonyabban haladnánk a megoldás felé, ha az alkalmazott erőhatás iránya ellentétes lenne. Beszélj érthetően, te mák szemnyi zseni! Azt írja Tolni. Vajon miért rajtam landol mindig mindenki? Nem úgy néz ki, mint a mi garázsunk. Aztán, hogy fér be ez egy csomagtartóba? Azt hiszem, ez valamilyen energia és anyagsűrítő mátrix. Ezt most találtad ki, ugye? Mi? Nem én! Tudod mit? Már nem is érdekel! Találjuk meg Szepit és Picit, hogy egy darabban kijussunk innen. Ha együtt maradunk, akkor... Fussak ki, megállom! Most merre megyünk? Már tudom! Ott kérünk útbaigazítást! Elnézést, nem vagyunk ide valósiak! Agyat! Zottik! Agyat esznek! Vagyis én komplett svéd asztal vagyok nekik! El kell tűnnöm innen! Menj csak, kis ember, menekülj! Én feltartom őket! Zombik, gyertek csak! Friss agynyami! Agyat! Hé, ez madartalanság! Itt aztán nem fognak keresni! Luszti, te zseni vagy! Ez a koboszó nem elég nagy kettőnknek, te nehéz beülni így lábú! Azt hiszem, érthetően mondtam, hogy nem! Mardel! Lehetne halkabban, ebben a zajban a holtak is felébrednek.